sporttörténeti kajakkenus név hordozója és tovább fényesítője a következő vendégünk, Csipes Tamara, kajak egyesben két WB aranyat is nyert a nyár végén Szegeden, az előolimpián párosban ezüstöt kotortak ki a Vinzori Hínárból. Nézzük, mennyire éred Tamara, ahogy magát látja. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt! Hát itt van Tamaran, sehol a két aranya, de hát nem szóltunk neked, hogy hoz magaddal, de beszéljünk azért ezekről is. Ugye eddig egyéniben ezelőtt sem eb sem pedig VB-t nem nyertél még, egyből két arany ugrott be Szegeden egyesbe. Ez azt jelenti, hogy mostanra értél be, vagy eddig nem engedtek volna annyira az egyéni számok közeléből? Uh, hú, nem, nem, nem azt, hogy nem engedtek, ez, két darab válogatón dől el, tehát ö, itthon is meg kell küzdeni azért, hogy, hogy az ember a világbajnokságon szerepelhessen, és hát most sikerült ez. Most így. arra értél volna be? Hát ez, hogy beérni igazából ö, nem tudom, most ö, így, így, sikerült, ö, nem mondom, hogy nem az olimpiai szám lett volna a lényeg, de, de Igazából ennek is így nagyon tudok örülni, mert hát. mert azért egyéni. Tehát sajnos nálunk inkább az olimpiai számot dicsérik és ö, ö, tényleg jutalmazzák. Úgyhogy, ö, de azért nagyon örülök, mert nagyon jól esett, és azért mégiscsak felfigyelnek rám, hogy én is ott vagyok. Ez azt jelenti Tamar, hogy egy kicsit azért kaphattál volna több dicséretet, és azt gondolod? Um, hát. Igen, tehát így sport részről azért néha elég rossz az, hogy, hogy nehéz úgy odállni néhány számra, hogy igazából nem nagyon, nem nagyon érdekli a, a, az embereket, vagy, a, vagy hát inkább a sportbélieket. Tehát az a szomorú, mert most igazából nem panaszkodom, mert a az a közönség, ami lánt volt, tehát az, az, hihetetlen volt, és az, az igazából mindent felettet az emberrel. Azt mondtad, hogy sokat köszönhetően a tavalyi VB Aranyérmes Follát Vivi, miben segített? A felkészülésben ő, ő, szolnoki, és mi szolnokon készültünk a vb re így tudtam vele edzeni 5000-en, úgyhogy az nagyon jó volt. Menjünk tovább, ugye Kovács Katival idén ebét nyertetek párosban 500-on, ugye a vb negyedikként értetek célba. Nagy meglepetésre ugye három európai ország párosai előztek meg benneteket. Erre neked mi a magyarázatod, amikor ezt hát, elemeztétek? Ez szeretem ezt a magyarázkodást igazából nagyon, tehát nem szeretnék senkinek magyarázkodni, úgy érzem, hogy, hogy ez nekünk a legrosszabb, nem pedig másoknak. Hát csalódás volt, így sikerült nem azt mondom, hogy életünk legjobb pályája volt, de nem fogok szomorkodni téged. Hát mindenből tanul az ember, legalábbis én ennek nagyon örülök. Üm, hát kicsit azért kárpótoltam a Szabó Gavival az előolimpián, Igen, mert Igen. hogy ugyanezek a, az egységek indultak. Üm, nem, nem tudom, rossz napunk volt, igazából nem is nagyon szeretnénk magyarázkodni. Ne, 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 ne Isten ments! De ha már szóba hoztad, akkor erről az előolimpiáról milyen volt a, a pálya, mert mert ezt, ezt a hínárt, azt nem véletlenül hozta az ember szóval, mert hallottunk panaszokat rá. Uh, igen, láttuk az, hogy takarítják a pályát, mert valószínűleg nem lesz hínáros, azért kicsit abszurd lenne. Uh, viszont ami, ami nagyon zavaró szerintem, hogy hideg a víz nagyon, mivel hát tudjuk jól anglia, ez nem a, a napos időjárásról híres, úgyhogy nem nagyon tud felmelegedni az a, az a víz, ami ott áll, és ez, ez csapathajóban nagyon-nagyon zavaró tud lenni, hiszen mire az ember bemelegít és odáll a rajthoz, addigra már csurom vízes tulajdonképpen, és, és ha hideg a víz, az, az úgy hat a, a, az izmokra, hogy hogy mintha be sem melegített volna az ember, tehát teljesen lemeredhet, lemerevedhet, úgyhogy nem tudom, hogy erre mennyire fogunk tudni felkészülni, vagy egyáltalán lehet-e, szerintem csak úgy, hogyha ott edzenénk. Nem tudom, abban kell reménykedni, hogy nagyon meleg lesz, mert ha még az időjárás is hideg lesz, mert reggel azért nem volt olyan jó az az idő, akkor, akkor ebből azért lehet gond. Egyébként, ha már itt tartunk a, ennél az ezüstérennél, akkor mit gondolsz arról, hogy mondjuk egy csípes szabó páros? Hát, Esélyessége egy, egy csípes kovács párossal összemérve? Hú, nem tudom, ez, 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 ez olyan kérdés, amire igazából nem lehet választolni, mert, mert ez nagyon sok tényezőtől függ. Tehát ez nem csak úgy, hogy most összeülünk, aztán ki a jobb én a Gabival nagyon szeretek páros menni, én ezren, tehát már ezren mi már bizonyítottunk. Nagyon jól passzolunk egymáshoz, de, de ez nem azt jelenti, hogy Katival nem jó a párosunk egyáltalán, tehát teljesen más, és mindkettő másért jó. Miután te hoztad szóba, hogy mindenki az olimpiai számokra koncentrál, és kicsit kevesebb figyelem jut arra, aki más számban ér el kitűnő eredményt, hogyha Londonra gondolsz, akkor ott hol látod a helyedet? Hát igazából a válogató után tudok erről, erről nyilatkozni, és szeretek így előre látolgatni. A válogatón egyéniben jól kell menni, és akkor igazából adott a lehetőség bármire. Úgyhogy hát szeretném és megpróbálok mindent megtenni érte. Felsően vetődik benned, hogy nem fog sikerülni. Öm, hát nem így állok hozzá. Persze bármi lehet, de, de, nem így fogok hozzáállni. Tehát, hogyha így állok hozzá, akkor ennyirevel most kár elkezdeni hát a, a, az és az alapozást, mert úgy biztos nem fog sikerülni. Hanem ezzel szemben mondjuk inkább egy, egy olimpiai éremben aranyban, nem? Abban gondolkodsz? Hát persze, mindenki abban gondolkodik, hát végső soron ez a fő cél, ezért ez éredz mindenki. Következő megmérettetés? Hát ez a válogató lesz, az olimpiai válogató jövőre, úgyhogy most kezdjük a téli alapozást, amit nagyon szeret mindenki, <gül> 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 és, akkor, és akkor jövő tavasszal. Tamar, akkor visszatérünk, addig meg jó munkát Köszönöm uh, a nehéz hónapokban is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Vannak.